Örökölhető az előső keresztszalag sérülés. Mi a szerepe a maximális oxigén felvételnek a csapatsportágakban? Igaz az az állítás, hogyha egy adott mérkőzésen kevesebbet fut a játékosom, mint az előzőn, akkor az ő erőnléte rosszabb? És végezetül két mondatot szeretnék mondani a Sportanalitika Klubról is. Szia! Sut Gábor vagyok, erőnléti edző és sporttudományi szakember a sportanalitika.hu-tól. Sok szeretettel köszöntelek a 2021-es évnek az első sportanalitika híradójában, és egyben boldog új évet kívánok. Kezdjük is akkor az első rovattal, ami tulajdonképpen a hírek rovatunk, és itt azt nézzük meg egy nagyon érdekes cikk segítségével, hogy vajon örökölhető-e és milyen mértékben öröklődik az előső keresztszalag sérülésnek a rizikója. Az első keresztszalag sérülésről azt érdemes tudni, hogy a kontakt sportágakban, labdarúgásban, kézilabdában, különböző küzdősportokban igen gyakori, és ami a probléma vele, hogy a sportba való visszatérés ideje ugye akár 6-12 hónap is lehet, ez a rövid távú következménye. A hosszú távú következménye pedig az, hogy nagy az újrasérülés kockázata, a sportolók egy jelentős része nem tud visszatérni a sérülés előtti szintre sportolás szempontjából, illetve hosszú távú következménye is vannak, például 5-10 éves távlatban akár ugye komoly térdizületi kopás és ilyen jellegű problémák is jelentkezhetnek. Ugye az IKER vizsgálatoknak mindig az a nagy jelentősége az örökölhetőség szempontjából, hogy ezek segítségével nagyon jól vizsgálható, hogy egy-egy sérülés vagy egy-egy betegség mennyire öröklődik. Ugye az egypeti ikreknél gyakorlatilag 100%-ban azonos a genetikai állomány, míg a kétpetélyű ikreknél ez nagyjából 50%-nak felel meg. És ez a vizsgálat, amit most hoztam, ez tulajdonképpen a világ legnagyobb iker vizsgálatán alapul, amit a svédek végeztek, ez gyakorlatilag a svéd iker regiszternek a része. Ebben a regiszterben 88.414 ikerpár van, pontosabban annyit választottak ki a kutatók ehhez a konkrét cikkhez. Itt azt nézték meg, 17 éves kortól kezdve minimum 1 éves csomónkövetéssel, vagy addig, amíg ugye az ikerpárnak az egyik tagja meg nem halt, hogy előső keresztszalag sérülést szenvedtek-e el. Az előső keresztszalag sérülést azt vagy MRI-vel, vagy pedig orvosnak kellett diagnosztizálni, és alapvetően két kérdésre keresték a választ. Az egyik az az volt, hogy mekkora genetikai meghatározottsága az előső keresztszalag sérülésnek, illetve hogy a nemek között vannak-e különbségek, vagyis mondhatjuk-e azt, hogy férfiaknál vagy nőknél genetikailag nagyobb mérték a meghatározottsága. Amit itt az első ábrán látunk, tulajdonképpen az életkor függvényében az a örökölhetőség, a genetikai meghatározottság mértéke az előső keresztszalag sérülésnek, ahol az egyes érték az gyakorlatilag 100%-os meghatározottságot jelent, tehát a környezet hatáson nulla. A 0% az pedig 0%-os genetikai meghatározottságot, és gyakorlatilag 100%-ot az életmód, illetve a környezet szempontjában. Na most itt azt látjuk, hogy átlagosan az előső keresztszalag sérülésnek az örökölhetősége nagyon-nagyon magas, 69%, hogyha az összes életkori csoportot nézzük. Összehasonlításképpen a ráknál ugyanez a szám, ez 33%, de például a szemünk színénél 98%. Érdekes módon nem volt a nemek között különbség, vagyis a férfiaknál és a nőknél körülbelül ugyanannyi volt az előső keresztszalag sérülésnek a genetikai meghatározottsága. Most ez azt jelenti számunkra a gyakorló szakembereknek, hogy amikor sportolónknak előső keresztszalagsérülés prevenciós programot írunk, mert mondjuk ő kontakt sportágat űz, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük, hogy a szűk családi körben testvérek, szülők között volt-e már valakinek előső keresztszalagsérülése, mert az jelentősen emelheti a sérülés rizikót. És még egy érdekes dolog, itt látjuk a görbén, hogy nagyjából 35 éves kor után elkezd emelkedni ez a genetikai meghatározottság, és majdnem eléri már a 80%-ot, tehát a szövetek elhasználódásával, illetve környezeti hatás csökkenésével, gyakorlatilag az életkor előre haladtával ez a szám ez még növekedni fog. Ma nagyon fontos, hogy ebből ne vonjunk le téves következtetést, éppen ezért ezt érdemes egy picit még tovább gondolni. Mit látunk ezen az ábrán? Ezen az ábrán a vízszintes vonalal az életkor függvényében látjuk azt, hogy a referencia csoportnak mennyi a rizikója, hogy megsérül. Ez ugye az egységnyi rizikó. Ez a szaggatott vonal a világos kék sávban, ez a
kétpetélyű ikreknek a sérülés rizikóját jelenti, hogyha az ikerpár sérülés szenvedett el. És a folytonos vonal, sötétkék vonal, az pedig ugyanezt jelenti egypetélyű ikreknél, vagyis, hogy az egypetélyű ikernek az életkor függvényében mennyi az esélye, hogy ő is előső keresztalag sérülés szenved el, hogyha testvére egy ilyen sérülés szenvedett el. És itt rizikó növekedésről beszélünk, vagyis itt azt látjuk, hogy kétpetélyű ikreknél, hogyha az ikerpár egyik tagja előső keresztalag sérülés szenved el, akkor nagyjából olyan 10-25%-kal nő az esély, hogy az ikerpár másik tagja is ilyen sérülés szenved el. Ugyanez az arány egypetélyű ikreknél jóval magasabb, 40 és közel 120% között van, és érdekes módon ez az arány egyébként fiatal korban 17 és 20 év között a legmagasabb, tehát nagyon-nagyon kell figyelnünk fiatal sportolóknál. Azonban az nagyon fontos, hogy ezek átlagértékek és a környezeti hatásokat nem tudták figyelembe venni. Tehát nem tudták például azt mérni, hogy a két ikerpár azonos körülmények között, azonos szinten sportolta, ugyanolyan körülmények között élte, tehát semmiképpen sem szabad azt a következtetést levonni ebből a vizsgálatból, hogy gyakorlatilag az én genetikám meghatározza, hogy meg fogok-e sérülni vagy nem. Azt mutatja, hogyha nekem a családomban, a közvetlen környezetemben van vagy volt előső keresztalag sérülés, akkor, és én sportolok, akkor nekem fokozottan kell erre figyelnem, és megfelelő sérülés rizikó csökkentő programokat végeznem. Ugyanakkor nem jelenti azt, hogy letolhatom magamról a felelősséget, és azt mondom, hogy a genetikámon múlik minden. Jó, tehát nagyon fontos, hogy az egyéni sérülés rizikó becslésnél a családi kortörténetet is figyelembe kell venni, és ez alapján kell egyénre szabott programot készíteni és végrehajtani. Nézzük a következő rovatunkat, ez a fogalom rovat, ugye ebben mindig egy-egy sporttudománnyal, erőléti edzéssel kapcsolatos fogalmat szeretnék megmagyarázni, és esetlegesen új megvilágításba helyezni. Ma ez a fogalom, amiről beszélni fogok, ez a maximális oxigénfelvétel. Maximális oxigénfelvétel, vagy VO2 max, ami tulajdonképpen a szervezet által felvett, illetve felhasznált oxigén mennyiségét jelenti egy perc alatt. Ezt megadhatjuk abszolút értékben, például, hogy 4,5 liter per perc az oxigénfelvételem, illetve megadhatjuk relatív értelemben is, talán ez a gyakoribb, akkor azt mondjuk, hogy 55 milliliter per kilogram per perc az oxigénfelvétele az adott sportolónak. Magáról egyébként a maximális oxigénfelvételről még ugye tudjuk azt, hogy tulajdonképpen az aerob állóképességnek talán a gold standard mutatója, tehát a leginkább elfogadott mutatója, illetve, hogy a maximális oxigénfelvétel ugye állóképességi sportolóknál rendkívül fontos, és leginkább a szívkeringési rendszernek a teljesítménye fogja limitálni a maximális oxigénfelvételt. Most nézzük meg, hogy csapatsportágok szempontjából mi a helyzet, vajon ott a maximális oxigénfelvételnek mi a szerepe. Ez a táblázat, ezt nagyon kevesen tudják, hogy a maximális oxigénfelvétel szerepének a kutatása és vizsgálata csapatsportágokban egy magyar kutatócsoporttól, Apor Péter professzor és munkatársaitól ered. Ugyanis ők 1988-ban publikáltak egy cikket, amiben az akkori magyar labdarúgó bajnokságnak az első négy helyezett csapatának megmérték az oxigénfelvételét, és kiszámolták a csapat átlagot, és azt tapasztalták, hogy az első helyezett Újpesti Dózsánál ez 66 ml per kilogram per perc volt átlagosan, míg a negyedik helyezett Honvédnál csak 58,1 ml per kilogram per perc. És ebből ugye azt a következtetést vonták le akkor a kutatók, hogyha ilyen szépen mutatja a helyezés tulajdonképpen a csapat átlagos maximális oxigén felvétele, akkor a maximális oxigén felvétel nyilván a teljesítmény és az eredményesség szempontjából egy fontos mutató csapatsportágokban is. Azóta egyébként rengeteg vizsgálatot végeztek a témában, például ez a skandináv minta, gyakorlatilag 1989 és 2012 között követtek férfi labdarúgókat, több mint 1540 játékos, több alkalommal, és azt tapasztalták, hogy gyakorlatilag az évek során nem változott, sőt, ugye itt az utolsó 5-6 évben még csökkent is a játékosoknak a maximális oxigén felvétele. Noha tudjuk azt, hogy a játék dinamikája, intenzitása növekedett. Ezt a maximális oxigén felvétel nem követte. És még egy érdekes dolog, ugyanebben a vizsgálatban megnézték különböző szinteken
nemzetközi szintű, első, másod, harmad, negyed osztályú játékosoknál, hogy van-e különbség a maximális oxigén felvételben, és itt sem találtak egyébként szignifikáns különbséget. A harmad, negyed osztályban, ötöd osztályban picivel alacsonyabb volt ez az érték, de gyakorlatilag a nemzetközi szint az első és a másodosztály között nem differenciált a maximális oxigén felvétel. Na most akkor melyik az igaz? Az az igaz, hogy gyakorlatilag akár még a bajnoki helyezést is meghatározza, vagy az az igaz, hogy semmilyen szerepe nincsen a teljesítmény szempontjából a maximális oxigén felvételnek. Ez ugye két végpont, és úgy, mint általában itt is az igazság valahol középen van. Ugyanis van három tényező, aminek a szempontjából a maximális oxigén felvétel optimális szintje elengedhetetlenül fontos csapatsportágokban. Először is, ugye tudjuk azt, hogy a legtöbb csapatsportágban rendkívül fontosak az intenzív mikromozgások. Pici területen végzett gyorsítások, lassítások, irányváltások, esetleg felugrások. Na most ezeknek az intenzív mikromozgásoknak az energetikai hátterét azt az ATP kreatin foszfát vagy anaerob alaptacid rendszer fogja biztosítani. Viszont két ilyen intenzív mozgás között a regenerációt az aerob állóképesség fogja biztosítani. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogyha az én maximális oxigénfelvételem, ha az én aerob állóképességem nem megfelelő szintű, akkor két intenzív mozgás között nem fogok tudni megfelelően regenerálódni, lassabban regenerálódok mérkőzésen belül, és ezáltal az én teljesítményem romlani fog. Ez az első pont. A második pont, ez a regeneráció, ez nem csak mérkőzésen belül, de edzések és mérkőzések között is fontos. Az a játékos, akinek optimális maximális oxigén felvétele van, vagyis optimális aerob állóképessége van, ő jobban regenerálódik az edzések és a mérkőzések között, és jobban fogja bírni a sorozatterhelést. Például egy világversenyen, ahol mondjuk 1-2-3 naponta mérkőzést kell játszani a sportágtól függően. És a harmadik dolog, ami az utóbbi évek kutatásainak az eredménye, hogy bizony a lágy rész és azon belül is elsősorban az izomsérülések szempontjából rendkívül fontos a megfelelő aerob állóképesség, akinek jobb az aerob állóképessége, az valószínűleg egyébként a gyorsabb regeneráció miatt, amit ugye az előző pontban mondtam, kisebb eséllyel fog megsérülni, jobban tud regenerálódni. Tehát ez a három tényező, ami miatt labdajátékokban is rendkívül fontos az maximális oxigénfelvételnek és az aerob állóképességnek egy optimális szintje. Nem kell 70-80-90 ml per kilogram per perces oxigénfelvétellel rendelkezni egy labdarúgónak, vagy egy kézilabdásnak, vagy egy röplabdásnak, mint mondjuk egy elit állóképességi sportolónak, viszont egy optimális szintre mindenképpen szükség van, ez nyilván sportáganként és posztonként eltérő. És végezetül nézzünk egy tévhitet. Ugye most már egyre gyakoribb a legtöbb labdajátékban itthon is, hogy a mérkőzés futó teljesítményt valamilyen rendszerrel, videó alapú rendszerrel, esetleg GPS-szel mérik a játékosoknál. Viszont ez alapján sajnos nagyon sokszor hallom, hogy a futó teljesítmény alapján vonnak le következtetést a játékos teljesítményre, vagy még rosszabb esetben az erőllétével kapcsolatban. Pedig már egy 10 évvel ezelőtti vizsgálat is mutatja, amit egyébként az angol Premier League-ben végeztek, hogy az, hogy egyik mérkőzés a másikra csökken vagy növekszik a futó teljesítményem, az egyáltalán nem biztos, hogy az erőllét következménye. Ebben a vizsgálatban azt nézték meg, hogy ugye itt látjuk az egyes paramétereket, amiket vizsgáltak, a magas intenzitású futás, a sprint futást, aztán ugye a labdabirtoklásban, illetve a labdabirtoklás nélkül, és az ellenfél labdabirtoklásánál végrehajtott magas intenzitású futást, és megnézték, hogy ez a teljes bajnokság során mérkőzésről mérkőzésre hogyan ingadozik. Ezek láthatóak itt, ezek az értékek. És gyakorlatilag azt tapasztalták, hogy egyik mérkőzésről a másikra magas intenzitású, vagyis a 20 km/h feletti távolság akár 20%-ot is ingadozhat, még sprint távolságnál ugyanez az érték akár 30% is lehet csapat, illetve egyéni szinten is. Ez azt jelenti, hogyha nekem egy héten belül van két mérkőzésem, és az egyik mérkőzésen az egyik játékosom 1000 métert tesz meg magas intenzitásban, a következő meg 1200-at, akkor az a teljes természetes ingadozásnak tekinthető, és nem mondhatom, hogy ő jobban teljesített, de ez akkor is igaz, hogyha mondjuk ő csak 800 méter magas intenzitású távolságot tett meg. És néztek egy rövid időszakot, egy 8 hetes időszakot, a feltételezték, hogy egy 8 héten belül játékos erőlléte nem változik jelentősen, hiszen versenyidőszakról van szó,
És itt azt találták, hogy még nagyobb az ingadozás, akár 15-30% a magas intenzitásnál, és a sprintnél pedig 30 vagy akár 50% is lehet. Mit jelent ez nekünk az adatok értelmezése szempontjából, vagy edzőként, erőléti edzőként? Ezen az ábrán az látható, hogy itt a játékosnak az átlagos teljesítménye. Összes megtett távolság, közepes intenzitású, magas intenzitású és sprint távolság szempontjából. Ezek a fehér oszlopok, ezek az ingadozás mértékét jelentik. Tehát, ahogy említettem, a magas intenzitású futásnál ez plusz-minusz 20% is lehet, sprintnél pedig plusz-minusz 30%, anélkül, hogy az erőllét romlásáról beszélünk. Gyakorlatilag, amit itt látunk, hogyha mi ezen az értéken, ezen a plusz-minusz 20%-on belül vagyunk mondjuk a magas intenzitásnál, vagy plusz-minusz 30%-on belül a sprintnél, akkor nem mondhatjuk azt, hogy érdemben változott a játékosunknak vagy a csapatunknak a futó teljesítménye. Természetesen ez két egymás követő mérkőzés esetén igaz, tehát ha folyamatosan egy csökkenő trendet látunk a futó vagy sprint teljesítményben, vagy egy folyamatos növekvő trendet a bajnokság során, az megint más, nem ezzel keverendő össze, tehát a mérkőzésről mérkőzésre történő ingadozást mondom. És ennek az a háttere, hogy számtalan tényező befolyásolja még az erőlét mellett, vagy azon kívül tulajdonképpen a mérkőzésen mért futó teljesítményt csapatsportágban. Így például az, hogy itthon vagy idegenbe játszunk, az, hogy mi vezetünk, vagy az ellenfél, milyen erős az ellenfél, szezon melyik időszaka van, és így tovább. Jó, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket a természetes ingadozásokat figyelembe vegyük, amikor a játékosunk teljesítményét értékeljük, és ne vonjunk le téves és elhamarkodott következtetést. És végezetül egy nagyon rövid hír, hogyha sportanalitika követő vagy, januárban ismét nyitni fog a Sportanalitika Klub, ugye az önfejlesztő, zárt önfejlesztő közösségünk, a számtalan újdonsággal és érdekességgel várunk, hogy pontosan melyek ezek, az most még egyelőre maradjon titok, de néhány napon, héten belül jelentkezni fogunk a részletekkel, hogyha fontos számodra az erőléti edzés, illetve a sporttudomány szempontjából a fejlődés, önfejlesztés, akkor mindenképpen kövesd a Sportanalitika Klubbal kapcsolatos híreket. Összefoglalva tehát, mai adásban beszéltem az előső keresztszalagsérülésnek a genetikai meghatározottságáról, és láttuk, hogy ez nagyjából 70% környékén mozog, és ebben nem voltak ugye nemenkénti különbségek, vagyis azt mondhatjuk, hogy a genetikai meghatározottság miatt figyelembe kell venni, hogyha a családban valakinél már volt ilyen sérülés a rizikóbecslésnél, és ezt be kell építeni az egyéni sérülésrizikó csökkentő programba, de nagyon fontos, hogy utána én tegyek saját magamért, vagy a játékosomért, hogy a sérülésrizikó csökkentsem. Ez nem azt jelenti, ez a genetikai meghatározottság, hogy letolom magamról a felelősséget, hogy gyakorlatilag a genetika miatt fogok megsérülni. Aztán beszéltünk a maximális oxigén felvételről, és megbeszéltük, hogy mi az a három tényező, ami miatt rendkívül fontos labdajátékokban. Egyrészt, hogy a mérkőzésen belül az intenzív mikromozgások, gyorsulások, lassulások, irányváltások közötti regenerációt biztosítja. Másrészt, mérkőzések és edzések között a regenerációt biztosítja. Harmadrészt pedig a sérülés rizikót csökkenti. Lágyrészt sérülés rizikót csökken azoknál, akiknek megfelelő aerob állóképessége van. A tévhitek részben ugye a mérkőzéseken belüli mérkőzések közötti futó teljesítmény ingadozásról beszéltünk csapatsportágokban, és ugye itt arról beszéltem, hogy a magas intenzitású távolságnak például labdarúgásban akár 20% is lehet plusz-minusz mérkőzések között az ingadozása, sprint távolságnak pedig 30% szintén plusz-minuszban, és ez nem jelenti egy-egy mérkőzés vagy egymás követő mérkőzéseknél a teljesítmény romlását, ez egy természetes variabilitás, természetes ingadozás. Természetesen, hogyha hosszú távú trendről van szó, több héten vagy hónapon keresztül, ez egy másik helyzet, viszont egy-egy héten belül ilyen jellegű következtetést a játékos erőllétére nem szabad levonni. És végezetül pedig említettem, hogy januárban ismét meg fogjuk nyitni számtalan újdonsággal a Sportanalitika Klubot, a zárt önfejlesztő közösségünket. Éppen ezért, hogyha az erőléti edzés, illetve a sporttudomány legújabb hírei, érdekességei, gyakorlati tippjei érdekelnek, akkor mindenképpen kövess nyomon ezzel kapcsolatban az oldalunkat. Itt láthatjátok az irodalmat, azokat a cikkeket, amelyekről beszéltem a mai adásban, és ezzel kívánok mindannyiatoknak boldog, sikeres, egészséges új évet,
Sportanalitika nevében Sut Gábor voltam. Sziasztok!